Az UNESCO illetékes kormányközi bizottsága 2012. december 5-én hozta meg a döntést, hogy a mohácsi busoljárás után a Matyó népművészet is felkerül a szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. E rangos elismerés megünneplésére 2013. januárjában nagyszabású gálaestet szerveztek. Mezőkövesd város önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. A listára való felkerülés egy éves évfordulója alkalmából Matyó Rózsa ünnepe címmel gála műsort rendez. Az ünnepségen többek között színpadra lép a Matyó Néptánc Együttes, a Matyó Népi Együttes, a Kújtorgó Néptánc Együttes, az Eszterlánc Gyermek Néptánc Együttes, a Cseppecskék és Gyöngy Kaláris Néptánc Együttes, a Szent Istváni Gyermek és Felnőtt Néptánc Együttes, valamint a mezőkövesdi, tardi, Szent Istváni népdalkörök. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a január 18-ai 18 órakor kezdődő műsorra, amelyet a Közösségi Ház színház termében rendeznek meg.